Karcagi cég terméke a legjobbak között, miniszteri biztos, állatkínzás lezárult, a nyomozás, oltási akciónapok Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 11-én 18 óra 5 perckor. '88 magyarországi pályázó élelmiszerét díjazták idén a britek a Great Taste Awards versenyen. A karcagi Kis Mihályék több Perfect Natura terméket 2 csillaggal díjazták, megyénkből még egy neves pálinkafőző is kapott 2 csillagot. A világ egyik legnagyobb gasztronómiai versenyére évente 12 ezer terméket neveznek, és egy 500 fő szakmai zsűri mindenféle címke nélkül az íz alapján minősíti azokat. Ez egy Angliában megrendezésre kerülő nemzetközi élelmiszeripari verseny. Ezen a versenyen 12 ezer terméket neveznek be, és egy 500 fős zsűri, ezek szakmai zsűri, újságírók, ínyencek, cukrászok, vendéglátósok, tehát egy nagyon-nagyon szertágazó a zsűri, és mindenféle címke, és anélkül, hogy tudnánk, hogy kinek a terméke, tehát valóban íz alapján minősítik a termékeket, és ez egy nagy elismerés számunkra, hisz első nevezésünk volt. Láttunk ilyen terméket, nem sokat ilyen Great Taste-es logóval ellátott terméket, és felkeltette az érdeklődésünket, hogy ez mi is lehet ez. Utána jártunk, és szembesültünk vele, hogy ez Angliában egy nemzetközi verseny. Innen jött az ötlet, szerettük volna megmérettetni a termékeinket. Angliában 4 termékünket neveztük be, szűzeljárások készült, tökmagolajjal, hidegen sajtó tökmagolajjal, tökmag liszttel és napraforgóolajjal. A szűzeljárással készült tökmag 2 csillagot kapott a 3-ból, és a tökmag liszt is 2 csillagot kapott. A hidegen sajtolt tökmagolajunk, illetve a napraforgóolaj 1 csillagot kapott. 28 magyarországi pályázó kapott 2 csillagot, 3 kapott a maximális 3 csillagot, 28-an kaptunk 2 csillagot, és többen 1 csillagos elismerést. Nagyon kíváncsian várták a levelet, hiszen több hónapig volt oda a termékük. Mindig kérdezték a lányukat, nem eljött még értesítés. Nagyon-nagyon kíváncsiak voltunk, hisz ez több hónapig volt oda a termékünk, és mindig kérdeztük a kislányunkat is, hogy nem jött még értesítés, és egyszer fölhívott, hogy apa megjött. És olyan nagyon-nagyon jó esőjezés volt, így meg különösen, hogy úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk erre a elismerésre, vagy elismerésekre. Kisné Gregor Piroska azt is elárulja, hogy 2 tökmagolajuk Varazdinban, az Alpokadria Nemzetközi Tökmagolajversenyen ezüstérmet kapott, úgyhogy a 2021-es évet szép eredménnyel zárják. És ha megnézzük a tökmagolajos üvegeinket, ezen is látható egy másik logó, ami szintén egy megmérettetés eredménye. Varazdinban a 3. nemzetközi tökmagolajversenyen ezüstérmet kapott ez a 2 olajunk. Úgyhogy erre szintén nagyon büszkék vagyunk. Önnek mi a kedvence? Én a napraforgót szeretem. Azért az a kedvencem, mert a főzéshez használom, és a salátákhoz, a palacsintához, és az egyéb élelmiszerekhez is, tehát minden pörkölthöz, bármihez, rántott húsihoz nagyon-nagyon kellemes ízkölcsön ez az élelmiszernek, az ebédünknek. Itt most egy picit beszéljünk arról, hogy kicsit vírusos időszak is van. Biztos, hogy vannak olyan olajak, amelyet immunerősítésre használhatunk, ha megvásároljunk, melyek ezek? Nálunk főleg a kendermag és a baracmag az az olaj, ami immunerősítésre nagyon alkalmas, ami kapható nálunk. Itt beszéljünk akkor a tökmagöleméről. Mennyire keresettek ezek a különleges lisztek is? Itt helyben a vásárlók nem nagyon ismerik a nagy kere, hova beszállítunk, ott nagyon fogy. Szeretik az emberek, jó visszajelzést kapunk róla. Ezek a díjak megerősítik őket abban, hogy érdemes dolgozni, kísérletezni, hiszen a kezdeti tök és napraforgó olajon túl már számos olajuk, lisztjük van, amit a lehető legnagyobb precizitással és szakmai odafigyeléssel készítenek. A kezdeti a tök és a napraforgó volt az első, amit igazán elkezdtünk gyártani.
azóta nem tudom megmondani, de nagyon sokféle fajta olaj van, nem számoltam össze. A két fajta tök, a napraforgó, repce, mária, tövis, barackmag, paprikamag, a teljesség kendermag, mustár, szőlőmag, tehát próbálunk minél szélesebb termékpalettát készíteni, és mindegyiket a lehetőleg nagyobb precizitással és szakmai odafigyeléssel. Ez nekünk nagyon lényeges, és szeretnénk, és ez ne legyen a reklám helye, de szeretnénk minden embert arra buzdítani, hogy vegyenek egészséges élelmiszert. Az általuk termelt magvakból készítik az olajakat, liszteket, így tudják, mit adnak a vásárlóknak. Azok a lisztek, pelletek, amelyeket mi felhasználunk, tehát ami meg a gyártás során megmarad, az gyakorlatilag gluténmentes. És például a tökmagliszt, a lemmagliszt bekeverve, teljes kiélésű liszttel, nagyon finom pogácsa, vagy egyéb bármi sütetővel is nagyon egészséges. Úgy érzem, hogy... Hát ez most tehát nehéz megfogalmazni, de nagyon odafigyelünk rá, hogy mit fogyasztunk. És itt jön be az, hogy a saját magunk által termelt magvakat földolgozzuk, kitisztítjuk, és abból készítjük az olajakat. Nagy részéből természetesen van kivétel, amit mi nem állítunk elő. Tudjuk, hogy mi mit adunk a kedves vásárlóknak, tudjuk, hogy mi van az üvegbe, és tudjuk, hogy mit fogyasztunk mi is. Nagyon, nagyon lényegesnek tartom, és az előbb már elkezdtem. Tehát nagyon úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy ellenőrzött körülmények között és jó minőségű élelmiszerrel tápláljuk magunkat. A 2022-es évnek lenne az a nagy feladat, hogy szeretnénk tehát van webes értékesítésünk, és szeretnénk ezt fölfuttatni jobban, hisz a személyes kontaktus sajnos a koronavírus járvány miatt nem biztos, hogy túl szerencsés, és úgy érezzük, hogy a webes megrendelésnek van létjogosultsága, és szeretnénk a webes felületünket még jobbá, érdekesebbé, és még jobban elkészíteni úgy marketing szempontból is, hogy minél több emberhez eljusson ennek a híre, hogy itt lehet vásárolni jó minőségű olajat. És szeretnénk másfajta olajakat megmérettetni, és reméljük, hogy az is megállja a helyét a nemzetközi piacon. Fontos, hogy ellenőrzött körülmények között termelt, jó minőségű élelmiszerrel tápláljuk magunkat, mert ez létkérdés lesz az elkövetkezendő időkben, véli a házaspár. Régi új felelőst kapott a Tiszató fejlesztésének ügye. A most kinevezett F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő korábban már foglalkozott Magyarország második legnagyobb tavának helyzetével. Magyarország második legnagyobb taváért már kormányzati tisztségviselő is felel. Pintér Sándor belügyminiszter december 16-ától a kinevezés visszavonásáig, de legfeljebb 6 hónapra F. Kovács Sándort miniszteri biztossá nevezte ki. F. Kovács Sándor feladata a Tiszató fejlesztésének, hasznosításának és vízgazdálkodásának összehangolása, a területi vízgazdálkodásért felelős vízügyi szervek, a települési és megyei önkormányzatok, illetve a mezőgazdaságban és a turisztikában érdekelt jogi és természetes személyek között. A tárcavezető az új biztos munkájáról szükség szerinti, de legalább negyedéves jelentést kér. A politikus különdíjazás nem kap biztosi munkájáért. F. Kovács Sándor már 2014-2016 között is felelt a területért. Akkor tiszatavi miniszteri megbízott volt. 2015 és 2018 között pedig a Tiszató Térségi Fejlesztési Tanács elnökeként dolgozott. Elvágatta több tucat kutyája hangszálait egy karcagi férfi. A rendőrség lezárta az eljárást egy karcagi férfi ellen, akit állatkínzással gyanúsítanak. Már korábban beszámoltunk róla, hogy a férfi 2020. szeptemberében két ingatlanban összesen 148 kutyát tartott szörnyű körülmények között. A rendőrség szerint a férfi bánásmódja alkalmasult arra, hogy a kutyák maradandó egészségkárosodást szenvedjenek, vagy akár el is pusztuljanak. A férfi nem biztosított nekik folyamatosan friss ivóvizet és elegendő mennyiségű táplálékot, valamint a tartási helyük is szennyezett volt. Nem volt elég nagy mozgásterük sem, illetve akadt olyan kutya is, amit teljes sötétségben tartott. Az állatok alapvető ápolást és gondozást sem kaptak. A karcagi rendőrkapitányság befejezte a nyomozást annak a férfinak az ügyében, aki a megalapozott gyanú szerint 148 kutyát tartott kis területen összezsúfolva, az alapvető ellátást és ápolást mellőzve. Az igazságügyi állategészségügyi szakértői vélemény alapján több kutya hangredőit műtéti úton átvágták.
A nyomozók vádemelési javaslattal küldték meg az iratokat az illetékes ügyészségnek. Az állategészségügyi szakértői vélemény szerint 21 kutyának műtéti úton átvágták a hangredőit, ezzel maradandó egészségkárosodást okozva nekik. További 49 kutyánál vélelmezhető a műtét elvégzése. A rendőrök közel 6 millió forint készpénz mellett lefoglalták a kutyákat, a férfi pedig állatkínzás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. Az ügy vizsgálatát befejezték, az iratokat vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek. Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat, és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is 5 vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az eddigi oltási akciók sikerére és az Omikron vírusvariáns magyarországi megjelenésére tekintettel a magyar lakosság minél szélesebb körű átoltottsága érdekében a Belügyminisztérium és a miniszterelnökség felhívására a felnőtt házi orvosok is hétvégi oltási akciónapokat tartanak előzetes bejelentkezés nélkül a 12 év feletti lakosság részére első, második és harmadik oltás tekintetében rendelési időben végzett oltásokon túl az alábbi időpontokban. 2022. január 14-én és 15-én dr. Váradi Éva, dr. Jaros Eleonóra. 2022. január 21-én és 22-én dr. Kalahaf Csehab, dr. Farkas Flórián. 2022. január 28 és 29-én dr. Viszt Kálmán, dr. Jaskó Éva. Az oltásokat minden házi orvos a saját rendelőjében végzi. A házi orvosok péntekenként 14 és 18 óra között, szombatonként 10 és 18 óra között várják az oltásra megjelenőket. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!